Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy szerelmi jóslás, szívnyitás, szerelmi jóslás. Egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, ahol természetesen szerelemről van szó, és arról, hogy mennyire nyitott kimutatni az érzelmeit. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. És most megnézzük azt ennél az általános kivetésnél, hogy mit mutatnak a kártyák. Középen ez a lovas férfi utal a jelenlegi helyzetre, vagy arra, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a mozgás. Az jelentheti azt, hogy a lelki társad jön hozzád, meglátogat téged, mozgásba jön. Ez lehet, ez a mozgás, bármi, ami mozog, mint például egy kirándulás, egy utazás, az is lehet, hogy ezt tervezi veled. Amit? Ez a lovas férfi még jelenthet egy másik férfi. Lehet, hogy ő fél attól, hogy megismerkedsz valakivel, hogy elveszít téged. Az is lehet, hogy van valaki a környezetedben, és a lelki társad féltékeny. Bal oldalon láthatóak a te kártyáid, ezzel szemben jobb oldalon az övé. Itt alul bal oldalon a kezedben van ez a bot, és ez jelenti a tűz elemét. Azt is, hogy kezedbe veszed a dolgokat, tevékeny leszel, lesz egy új irány, lesznek döntések, előre mennek az események, mégpedig azt fogod tenni, ami lelkesít téged. Sőt, azt is mutatja ez a kép, hogy bátor vagy, megvéded magadat, nem futsz el a nehézségek elől. Ott a botos kártya mellett megjelennek a csillagok, ami szerencsét hoz. Ez a döntés, ez az új irány szerencsét hoz számodra. Amit a csillagok még jelenthetnek, ez egy spirituális terület. Lehet, hogy ott lesz egy új kezdet, és akkor a hivatásodról van szó. Amit a csillagok még jelentenek, az a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagképekben meg van írva. Ott felül bal oldalon látható, hogy te fekszel. Lehet, hogy ki kell, hogy pihend magadat. Persze ez a kép inkább a meditációra utal. Amikor megjelenik a szent kép, ami a képen látható, ami a kártyán látható, és ez a szent kép ott felül jelenti az elképzeléseidet. Pihent ki magadat, keresd ezt a nyugodt helyzetet, meditálj valami felett, legyen egy álom, legyen egy kép, legyen egy elképzelés, és legyen meg a hited ahhoz, hogy ez az álom megvalósul. Érdekes, hogy itt a felső kártyán a nyugalomról van szó, alul a tűz eleménél pedig aktív tevékenységről van szó, itt kell most az egyensúly, hiszen mindkettőre szükséged van. Még mindig a baloldali kártyáknál vagyunk, és ott felül látható egy kéz. Ebben a kézben van az arany kehely. Ez lehet a te belső forrásod, az intuíciót, hogy az a fontos, hogy legyen egy elképzelés, legyen meg a hited, legyen meg a bizalom,
és hogy ez az intuíció segíteni tud neked a döntéseknél. Ez a kehely nem csak a belső forrásodra utal, hanem jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. És ez a kártya azt is jelentheti, hogy ő nyújtja át számodra ezt a kejhet, a víz elemét, ami azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit. Nyitott érzelmekről beszélni. Most áttérünk a veled szemben lévő kártyákra, ami a jobb oldalon látható, és utal az ő jelenlegi helyzetére, vagy arra, hogy mi a szándéka. Ott alul látható egy királynő, és te vagy ez a királynő. Uralkodsz az arany érem felett. Ez lehet az anyagi jólét. Ez lehet a hivatásod is, hiszen a pénz és a munka összefügg egymással. Ami kettőtöket illet, ami ezt a párkapcsolatot illeti, ez az arany érem jelenti a te értékeidet, hogy ő így tekint rád, mint egy királynőre, hiszen te értékes vagy számára. Amit az arany érem még jelent, az a föld eleme, és akkor itt már reális dolgokról van szó. Nem csak álmodozásokról, hanem ő ezt meg akarja veled együtt valósítani. Jobb oldalon alul megjelenik a fő papnő. Az lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy te a spirituális területen nagyon ügyes vagy, hogy ezen a területen dolgozhatsz, hiszen ez a terület a te hivatásod. Amit a főpapnő még jelenthet, hogy megvan nála is a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Nálad is megvan a bizalom, hiszen a te kártyáidnál megjelennek a csillagok, és az azt jelenti, te is tudod azt, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Annyira érdekes, hogy ennél a kivetésnél újra és újra megjelenik a sorsok könyve, a sors utak, a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban, a sorsok könyvében meg van írva, és pontosan ez látható ott felül a sors kereke. Hiszen ez abba az irányba mozog, ahogy ti ezt elképzelitek. Amit a sors kereke ott felül még jelent, sors döntő változások, újra egy találkozás, vagy fontos döntések, ami befolyásolja a sors utatokat. Ott felül jobb oldalon megjelenik a varázsló vagy mágikus, és ez a varázsló segít abban, hogy meglegyen a varázslatos kisugárzás, a varázslatos vonzalom kettőtök között, és segít abban is, hogy ez az elképzelés, ami felett meditálsz, megvalósuljon. És ez volt a szerelmi jóslás, a szívnyitás szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy az, hogy te hogy éled ezt át a te párkapcsolatban, milyen sors döntő események vannak. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!